No. Rav, mi beszélünk valamiről spirituális dologról, de mi nem vagyunk a spirituális világban, tehát a kérdésem az, hogy hogyan keressünk valamit közöttünk, ami spirituális, hogyan találjunk egymás között valamit, ami spirituális. Én megmondom neked. A Kabbala bölcseletében, a Kabbala bölcselete elmagyarázza nekünk, hogy két rész van a teremtésben, egy vágy és a fény. A vágy az a megszerzés iránti vágy, és a fény az pedig az adakozás iránti vágy. És ez a kettő, ez ellentétes egymással, és ez a kettő összekapcsolódik, és akkor a közöttük levő kapcsolatból, ebből a kombinációból, a kettő közötti kombinációból mi megkapjuk a teremtett lényt, mi megkapjuk magát a teremtést, ez a beria, a teremtés. Nos, annak érdekében, hogy haladásra segítsen minket a vágyott cél fele, nekünk cselekedeteket kell végrehajtanunk, a fény erre kényszerít minket. Miért kell nekünk ilyen cselekedeteket végrehajtanunk, ilyen furcsa, látszólag érthetetlen cselekedeteket, hogy olvassunk dolgokat, amiről nem értünk egy mukkot se, végre kell hajtanunk különböző cselekedeteket a testünkkel, amivel nem értünk egyet, és így tovább, és így tovább. Mindezt annak érdekében kell tennünk, hogy felébresszük a fény hatását magunkra, mivel a mi helyes haladásunk az csak is a fény segítségével történhet. Amikor a mértékben mi felébresztjük a fényt, az felébreszt minket, és akkor az elkezd építeni minket, formálni minket, azaz belőlünk a fényhez kell fordulnunk, hogy a fény ránk ragyogjon, elkezdjen dolgozni bennünk. Amikor a mértékben a fény elkezd dolgozni bennünk, ránk ragyog, akkor elkezdünk fejlődni. Mi fejlődünk anélkül is, hogy a fényt felébresszük, de ez az általános fejlődés, úgymond a maga idejében, az evolúciós fejlődése, hogy ez most történik. Még hogyha mi fel akarjuk gyorsítani, és kellemesebbé akarjuk tenni a fejlődésünket, amikor a mértékben felébresztjük a vágy, ugye először is mi vagyunk felébresztve a szívvel mondtuk keresztül, és akkor már ezen keresztül a fényhez fordulunk, a fény felébresztjük, a fény felébreszt minket, és akkor gyorsabban fejlődünk. Tehát eleve fel vagyunk ébresztve már a szívben tartó ponton keresztül, amit kérdezünk, mi az élet értelme, és ezáltal képesek vagyunk felébreszteni a fényt. Ezért kell tanulnunk, amit a kabbalisták írtak, még akkor is, hogyha nem értjük pontosan, miről is beszélnek, vagy mit akarnak mondani. Mivel amit ők írtak, az az ő szintjükhöz tartozik, mit tudom én, a századik színhez, és én meg a nulla szinten vagyok. De onnan a századik szintről felébresztem a fényt magamra a kabbalista könyvén keresztül, és akkor ez a fény, ez segít engem. Ez a zgula, a gyógymond, vagy csodaszer, úgymond ugye a kabbala nyelvezetén keresztül. De ez egy evolúciós folyamat. Felébresztjük magunkra az evolúciót. Ez az, hogy ez működik. Tehát a természet evolúciós erejét ébresztjük fel magunkra aktívan, tudatosan. Ennél fogva a Tórát, a kabbala bölcseletét olvassuk, nem értjük, hogy mit értünk valójában, de ez nem fontos, hogy értsük, amit olvasunk. Valójában minél kevésbé értjük meg az értelmünket, de mi olvasunk, mi odafigyelünk, mi akarjuk, hogy a reformáló fény az hasson ránk, nem az intellektusunkkal, nem akarjuk megérteni az intellektusunkkal, hanem hogy a reformáló fény hatással legyen ránk. Ez a hasznos, ez segít. Azaz, hogyha ülünk, és úgy érezzük, hogy nem értünk egy mukkot sem, és nem akarjuk megérteni, mivel nem érzünk semmilyen kapcsolatot az anyaggal. Miről beszél ez? Miért van nekem erre szüksége? Miről beszél? Semmi közöm ehhez, ezt sem értem, ez teljesen le van szakadva rólam. De ez jó, ez csodálatos, amikor így érezzük. Arra kell gondoljunk, hogy ez kell, hogy befolyásoljon engem, és hogy toljon engem az adakozás képessége felé, hogy elérjem a hasonlóságot a teremtő erővel. Ennyi. Semmi probléma, nem a bölcs az, aki tanul, ahogy ezt a kabbalisták mondják, nem a bölcs az, aki. Oké, tehát akkor nem kell keresnem, hogy hol van a masszák, hol van a tízfira, hol... Nem, mondja rá.
amikor, amikor a cselekedetem elérik az ősepek cselekedetét. Oké, de azt tanulom, hogy minden a közöttünk levő kapcsolatban van, akkor hol keresem ezt a kapcsolatot közöttünk, amit most olvasunk, azt hol keresem a közöttünk levő kapcsolatban, hogy hol van ez? Ez itt van, csak mi még nem jutottunk el, de még nem vagyunk képesek érzékelni. Persze, hogy mindez, amit felfedeztek a kabbalisták, az létezik, a közöttünk levő kapcsolat is létezik, csak egyelőre el van rejtve, nem vagyunk tudatában annak, nem érzékeljük. Mi haladunk felé, ezért tanuljuk a rejtett bölcsességet. Ezért a rejtett bölcsességnek, hogy lehet az, hogy valami rejtett, hogy lehet azt tanulni? Persze, hogy nem lehet, ez így van. Nem lehet valami ott tanulni, ami rejtve van. De azáltal, hogy tanuljuk a rejtett Tórát, felébresztjük a fény hatását magunkra, vagy a természet evolúciós erejének a hatását, akkor ez ránk ragyog, és akkor tol minket előre, és akkor a rejtett lassan megnyílik. Oké, még egy kérdés, Raf. Tehát csak az edény meg a fény létezik, a kli és az orr, tehát a massach, a szűrő, ez valami az edényen belül van? Igen, mondja Röv, a massach, ez a szűrő, ez az edényen belül van, tehát ez egy vágy, vagy ez egy fény, vagy mi ez? A szűrő az szemben áll a vágyjal, az a vágy fölé helyezett, úgymond számításokat végző készülék. A szűrő az egy erő, amit felhasználok, hogy irányítsam a vágyaimat, kontrolláljam a vágyaimat, hogy ezt irányítsam oda, ahova akarom. Tehát ez egy irányító készülék, vagy egy új értelem ez a szűrő.